Mindjárt mondom. Na, sziasztok, én Viktor 19-nek szeretném nektek bemutatni ezt az alapalapot, amit előszedtem a izéből, a szekrény mélyéből. Hát, csinálgattam. Abból a gépből kivettem a processzort, egy és ugyanaz a foglalat, amit ebből. És lehet látni itten, hát nem akar képet adni. Miért? Most ki van kapcsolva? Azért. Azért kapcsoltam ki, mert volt egy kis dolgom. Bekapcsolom. Így. Ennyit reagál csak. És ha én felkapcsolom, így. Ott van. Mutatja a LED. De képet nem ad, billentyűzet nem világít. Ha két gombot itt lenyomjuk, állítólag néztem az interneten, ha nem igaz, de ki se kapcsol. Így lekapcsoltam most az alaplapot. Most annyit fogok csinálni, hogy kiveszem a BIOS-t, hanem a micsodát. Így kivettem egy jumpert, és megnézzük úgy, hogy ha mondjuk ennek nem tudom, minek tettem rá, de jó, amikor én ha ezt pedig én használtam, ezt az alaplapot. Ennek az alaplapnak azt kell tudni, annyi a hibája, hogy várjatok, csak mindjárt mondom tovább. Kihúzom. Ennek az alaplapnak annyi a hibája, hogy a hangkártya nem jó, ami benne van az alaplapon. Ennek annyi a gond. Mindjárt mondom tovább, várjatok gyerekek. Ennek a Az alaplapnak annyi a baja, mindjárt várjatok, ennek az alaplapnak annyi a baja, hogy a hangkártya kiment belőle, azért, mert így vettem meg a gépet így alapjául, ott egy tápegység rákötve, ami izés, még ott is egy van, itt kettő van, amiből én azért akarom ezt elhozni, mert kéne nekem ez az alaplap. Valamiért nem ad képet, azért nem ad képet, tudjátok miért? Már rég nekem vissza föl. Lássátok, ilyen nehezen kapcsolva a táphoz azért. És ennyit csinál, ha nincs jel. Ennek vagy annyi a hibája ennek az alaplapnak, vagy annyi a problémája, vagy a hang szórakozik, vagy ez a BIOS chip, ami itt van. Amúgy nekem nincsen BIOS, ez a feselőm, azért nincsen, mert nekem nem kell, mert penálul is meg tudom megcsinálni.
Néztem egyik csávónak, a egyik ilyen, tudjátok, jár a diszkóba szerelni a lámpákat, hogyha így, ezt kihúztam, nézzük így, hát ha vissza. Ha kiveszünk egy alaplap, egy ramot, így, és én ezt de. Lássátok, ilyen leteszlek benneteket. Átteszem ebbe a... másik foglalatba. Itt lehet látni, hogy most áttettem másikba. És át, ha megnézzük, hogy mit csinál. És semmit. Ilyen nehezen kapcsol be, gyerekek, úgy képzeljétek el. Hogyha én visszateszem ezt a kis jumpert, így, és nézzünk, ahonnan hiányzik jumper, azt megcsináljuk. Ide nem tudok kötni jumpert, mert az nem oda való. És... pedig ez jó kis alaplap, gyerekek, úgy képzeljétek el. Megint föl. És ennyi. Itt né, most egy hetesen van. Várj, 75-ös talán. Így. Nincs jel. Nincs jel. Egy ramot kivettem, akkor se. Porci. Mindjárt megnézzük. Az tűzforró. Talán jól tudom, majd mindjárt megnézzük. Van itten hátul, tudjátok, ez a kis gombszerűség. Ha én ezt megnyomom. Megnyomom, várok vele, ameddig csinálja magát. Jó. Most újraindítsuk. Lássátok, ott újraindult most a rendszer. Elengedjük. Hát képet akkor se adott. Jó, lekapcsoljuk, és majd mindjárt megnézzük, hogy ha ebbe átteszem a másikba ezt a ramot, hogyha akkor, akkor hagyjunk neki békét, mert nincs hozzávaló proci, amúgy se, ez a proci volt benne amúgy is, hát egy kicsit langyos. Langyos, azért langyos. Tudjátok miért? Mert volt olyan, hogy
Na. Vissza. Fel. Akkor se. Akkor se lássátok képet. Én donornak adom el ezt, úgy azért helyezem üzemképes, hogy jó legyen, de nekem nem adott képet. Nem működött. Hiába, tudjátok, én lereszetelem. Csinálok hosszú nyomást. Kikapcsoljuk. Lássátok, nem reagál semmire nyomásra. Én nem leszek olyan, mint a Dani műhelye, azért nem leszek olyan, mert ennek az alaplapnak nem az a hibája, hogy amit ti gondoltok, hogy így játszik velem ez a gép, azért játszik, mert ez a megvár egy kicsit az, hogy gondolkozik, hogy átha bekapcsol, hogyha én átteszem ebbe a jumpert, így át van téve, nézzük átha. Nézzük. Nem melegszik, mindig a csapját meg kell nézni. Semmi. Még ennek át kéne váltania, mert azért nem tudom, mit jelent ez a kód, de tudjátok, mit most mi fogok csinálni? Hogyha láttam én egy videóba az, hogy a PC percekben egyik csávó mutatta, mindjárt mutatom nektek, hogy állítólag van olyan, hogy meggondolja magát, tudjátok, az alaplap, hogy van nekem, tudjátok, ez az alkoholos spém, ez a illatos, mondjuk én megfogom, kivadászom, tudjátok, ezt a
izét, a BIOS-t, így, és őtet is, szépen ezt a BIOS-t szépen lefújjuk. Jó, befújjuk vele. Így. Addig megvárjuk, hogy száradjon meg. Vagyis rásegítünk egy olyan dologgal, hogy van nekem, ha megtalálom egy törrony, ha minden igaz. Mindjárt hozom. Hogyha volna. Na, itt vagyok. Na, itt van ez a törrorongy. Mondjuk én megfogom, itt a zalaprop körül megtörülöm szépen, hogy ne. Izéljen be semmi. Tiszta is. Nézzük, hát ha még ezt is. Jaj, tudom, azt fogjátok majd mondani a YouTube-on, hogy ez a fiú befújt evers félje, gyerekek, semmi baja nem lesz tőle. Semmi, ennél jobban semmi baja nem lesz. Azért nem lesz semmi baja tőle. Azért, mert tudom ezeket. Értek is hozzá. Én nem olyok, mint a Dani műhelye, hogyha nem teszek vissza semmit. Na, így. Beleteszünk egy videókártyát, ami frankon működik. Így. Most elveszlek benneteket. Na. Először is dugjunk rá egy billentyűzetet. Így. Ezt fogjuk le. Na, egy kézzel nehezen fog menni. Na. Várjatok. Így, nem, vagyis így megy bele, okés, na, most nézzük egy tesztet, jó, fel, oké, billentyűz be, jó, most teszünk bele megint egy ramot, tegyünk bele vissza egy ramot. Hogyha akkor se, akkor hagyjunk neki a faszba békét, akkor megy be a szekrénybe. Nem fogok én foglalkozni vele. Azért nem foglalkozok vele,
Tudom, hogy milyen baja van ennek. Na, még egyszer. Hogy? Ezt az elemet kivesszük addig egy kicsit. Így. Ezt az elemet, ami ott van. Kivesszük. Jaj, amikor én megvettem, tudjátok a gépet, ezt én tettem bele, sátkezőleg, amikor működött még. Ezt én tettem rá, ezeket. Na, teszt. Hülye, kapcsolt be a tápot. Még semmi. Vissza. Ezt kivettem. Átteszem ebbe. Így. És végig nézzük, hogy bele van a dugva normálisan ez a BIOS is. Oké, és ha bele van, akkor bele. Lássátok, ahogy felkapcsoljátok a tápot, figyeld, mindjárt megmutatom. Várja. Jó. Kimette. Jó, na mindegy. Na. És ennyi. Mondjuk, hogyha kiveszem a procit, a processzort, addig álljon ez a faszopó. Kiveszem a procit, így, és ide ráteszem, ahogy megsérül, mert ez az egy van, lássátok, ilyen tüskék vannak rajta. Ezen meg nem olyan van, mert ez ebbe volt beletéve. Na, addig beindítsuk. Megnézzük, átnézzük faszántosan a proci tüskét, nincsenek megsérülve, és elindítsuk. Jó. Az anyádat! Hú, de még ijedtem, bazd meg. Ezt külön is rakunk. Belenyúlt, ha véletlenül a ventibe. Na!
Azt mondtuk, vissza beletesszük. Ha nem fog képet adni, már hagyok neki békét, gyerekek. Ez egy kézzel nem fog menni nekem. Most egy kicsit nem baj, ha videó nem jó lesz, engem nem érdekel. És vissza is tettem a vizét. Vissza fel. Az lényeg, hogy itten kivilágítson ennél a kis izénél. Az a baj, én nem tudok semmit az alapról, azért nem tudok semmit. Tudjátok, amikor megvettem. Tudjátok, amikor megvettem az alaplapot, annyit, egy fikartnyit nem tudtam róla, mert a csávó állítólag azt mondta, hogy a hangkártya ratyi benne. Hogy azt jelenti, hogy hibás. Tudom, azt fogjátok mondani, hogy Viktorka, tesókám, ne fújj be ezzel a smével, mert gondot okoz. Nem okoz gondot, ez tisztíti. Két köcsög kiabál gyebe. Na! Nézzük! Ha akkor se fog adni képe, gyerekek, hagyjunk neki békét. Oké? Így. Elveszlek benneteket egy kicsit. Ide. És nézzük. Hát ha jó lesz. Felkapcsoljuk a tápot, adjunk neki áramot. Oké. És teszt.
Hiába, figyeljetek, gyerekek, hiába teszek bele másik procit, volt nekem ebből kettő, akkor sem fogadja. Mert nekem ez az alaplap működött. Is. Mert egy jó kis alaplap ez. Nekem ez működött, ez az alaplap. Ez ja. Na. Gyerekek, én már nem tudok ebben mit kezdeni. Ez úgy hívják, hogy alaplap perce. Azért alaplap perc, mert alaplap hibás inkább ez. Vagy alaplap hibás, vagy nem szereti ezt a processzort, vagy nem belevaló. Mert én ezt a processzort használtam bele. Használtam, ott van rajta a neve, hogy mik izét. Látod? És ennyi. Na. Sziasztok, én Vittó 19 voltam. Sziasztok.